Szombaton reggel rakétazápor zúdult Izraelre, többek között Tel Aviv körzetét is támadások érték, de Jeruzsálemen kívül is robbanásokat lehetett hallani. Az izraeli hadsereg háborús készenlétet hirdetett. Mindeközben másfél ezer Hamas terrorista tört át a határon, földön, vízen, levegőben, és kezdte lőni az embereket nemre és korra tekintet nélkül. Híradónknak sikerült kapcsolatba lépnie egy Tel Avivban élő izraeli férfival, akit a napokban átélt borzalmakról kérdeztünk. Tomer Siloni szerint a támadók nem szabadságharcosok voltak. Ő úgy gondolja, az ISIS, az iszlám állam terroristái támadtak. They killed 6 months baby, they killed babies, they killed children, women, men. Csecsemőket öltek meg, 6 hónapos babákat, gyerekeket, nőket, férfiakat, időseket. Több mint 200 foglyot vittek Gázába. Most már túszokról beszélünk. Nem csak izraeliek, amerikai és európai civilek, tájföldiek. Ez világszintű bűncselekmény. Bűncselekmény az emberiség ellen. American civilian, European civilians from Thailand, you name it. That's war crime. This is crime against humanity. Tomer Siloni hozzátette, az egész ország, így a nyüzsgő, élettel teli Tel Aviv is kiürült, senki sincs az utcákon. Ugyanakkor az üzletek nyitva vannak, jelenleg zavartalan az élelmiszer és ivóvízellátás. Mindenhol vannak óvóhelyek, és mindenki ott segít a másiknak, ahol tud. This is a war on our home. Ez egy harc a hazánk ellen, harcolunk a nemzetünkért, azért, hogy itt maradhassunk. Meg kell védenünk magunkat. Kérem a világot, hogy álljon ki Izrael mellett. Legyen a történet jó oldalán. Hagyják, hogy Izrael tegye a dolgát, és támogassanak minket ebben. In the good side of the history, and let Israel do the job, and support Israel. A férfi azt mondja, már hozzászokott a rakéták hangjához, az otthonához közel is ért találatházakat. A telefonján egy alkalmazáson keresztül ilyenkor riasztás érkezik, és az óvóhelyre megy. Mást jelenleg nem tud tenni, csak várni, hogy vége legyen. Október 7-én szombaton egy zsidó nemzeti ünnepen csapott le az ünneplő tömegre a Hamas. A szervezet szombat reggel vállalta a felelősséget a meglepetésszerű támadásért. Demko Attila, az MCC geopolitikai műhelyének vezetője megerősítette, hogy a terrorcselekményt a Hamas hajtotta végre. A célja pedig az, hogy Izrael egy olyan választ adjon, ami lehetetlenné teszi az arab világ és az Izrael között elindult megbékélés folytatását. Tehát egy egész béke folyamatot akar aláásni a Hamas ezzel a provokációval. Nyilvánvalóan itt nem az ISIS katonái voltak, ez a Hamas, de a stílusban, a rettenetes brutalitásban bizony az ISIS-hez hasonlított az, amit csináltak. Demko Attila hozzátette, Izraelnek nagyon meg kell fontolnia, hogy milyen válaszlépéseket tervez a támadás kapcsán. Ha nagyon-nagyon keményre sikerül a válasz, akkor a Hamas eredeti célját valósítja meg Izrael, tehát a szakítást az arab államok és Izrael között. Tehát én azt mondanám, hogy teljesen érthető az érzelmi feldúltsága és a hosszú vágya az izraeli népességnek, hiszen 1300 embert öltek meg, százakat rendkívül brutális módon. De hogyha mögöttes szándékot nézzük, akkor a Hamas akkor győz, hogyha az általa rákényszerített útra megy Izrael. Az MCC geopolitikai műhelyének vezetője nem hiszi, hogy a fennálló helyzetben bármilyen megoldás célra vezető lehet. Ahogy fogalmazott, a probléma a világban egyre inkább az, hogy nincsenek megoldások, csak tragédiák vannak.